like to direct your attention to the screen for a short video, if you don't mind. Úristen, mi történik a TikTokon? Erről beszélnünk kéne. A TikTok CEO-ját hasonlóképpen, mint annó Zuckerbergért meghallgatták a kongresszus előtt, voltak éppen, hogy kiderítsék, hogy az alkalmazásuk milyen irgum-burgum dolgokat csinál a háttérben. Azt ugye nem kell mesélnem, hogy mi az a TikTok, bár biztos használjátok is, de lényegében pár epizódban már volt szó róla, és hát ami ezen a meghallgatáson történt, az hagy némi szót maga után. Például, ez a Pali lenne a TikTok CEO-ja? Milyen nemzetbiztonsági kockázatokkal fenyeget a TikTok? És hogy mi lesz a TikTok sorsa voltak éppen? Ugye hát ez a bandolog már egész régóta rebesgetve van Amerikában, és most történt igazából először egy ilyen komolyabb lépése felé, hogy konkrétan már a CEO-t kirángatták így a lepel mögül, így a függönyök mögül kirángatták a Palit, mert hogy eddig fingunk nem volt, hogy ki ez a Pali valójában. És hát tényleg, egyébként én nem a kongresszuson láttam őt először, hanem egy TikTokban. Valamelyik nap így pörgettem tök random, és így megjelent egy random Pali, mondom, hát ez ki. És így TikTok, pipa jel, és akkor mondja, hogy hello, my name is Jeff, és akkor ő a TikTok CEO-ja. Nem egyébként a Pali neve Xiao Zichu, oké, ezt többet nem próbálom meg. Lényegében ő a TikTok CEO-ja, akit most láttunk így először. Ebben a videóban voltak éppen csak bejelentette azt, hogy lesz ez az egész kongresszus, és hát tegyetek fel a kérdéseket, kérdezzetek videó kongresszussal például. Nem egyébként tényleg azt mondta, hogy írjuk le, hogy miért tetszik nekünk az alkalmazás, hogy ezt majd megmutassák a kongresszusnak, hogy én a négy már milyen közösségünk van, tesómsz. De ne, hát nem erről volt szó a kongresszusnál, mondjuk azt. Szóval őt is behívták úgy, mint annó 70-ben Zuckerbergért is, hogy meghallgassák és meggrillezzék a Palimat. De lényegében olyan fontos kérdéseket tettek fel itt ennél a kongresszusnál, mint... Does TikTok support genocide? Does TikTok access the home Wi-Fi network? So if I have TikTok app on my phone and my phone is on my home Wi-Fi network, does TikTok access that network? Na igen, van baj. Szóval a TikTok CEO-nak volt egy csapata is egyébként, akikkel így megbeszélték előre, hogy nagyjából milyen válaszokat kéne adni, hát ugye nyilvánvalóan. És hát voltak éppen, a Panimnak volt egy olyan berögzült válasza, amit egyszerűen megjegyeztem, tehát már ilyen, majdnem hogy trapcardnak éreztem az egész dolgot. I mean, nem hibáztatom a Palit, tehát hogy voltak olyan dolgok, amikkel tényleg úgy kérdeztek rá, hogy honnan a tökömből kéne tudni a Palinak így fejből. Például, hogy most mondok egy példát, hogy a konkurens alkalmazás vannak-e ilyen videói, mint amit ők mutattak, hogy nekik van? Mert ő biztos azzal foglalkozik egyébként. Meg na, olyan kérdéseket tettek még fel, hogy mennyit keres a Pali, meg hogy ilyenek, tehát érdekes dolgok ezek, de nem tudom, hogy ez mennyire releváns a kongresszus ülésen, ahol leginkább inkább arra fektetnék ugye a hangsúlyt, hogy most az alkalmazás az milyen csúnya dolgokat csinál háttérben. De lényegében a TikTok CEO-nak volt egy ilyen berögzült válasza ugye, amit így mindenkinek mondogatott, amikor nem tudott pontos információkkal szolgálni. Let me get back to you. Again, I can get back to you on the technical... De esküszöm, már egy ponton olyan érzés volt, mint amikor folyamatosan beszélgetni akarsz egy karakterrel egy játékban, de a karakternek nincs több felvett dialógusa, ezért ugyanaz ismétlődik, amikor megnyomod azt, hogy beszélgetsz vele. Meg az is tetszett, hogy ugye úgy nézett ki ez az egész kongresszusi dolog, hogy ugye minden tagot felszólítottak, hogy 5 perc erejéig tudjon beszélgetést folytatni a CEO-val, és akkor lehetett kérdezgetni, vagy érvelgetni, stb. És hát ez úgy nézett ki, hogy a Palim nagyban válaszolt volna egy kérdésre, ne interruptálja, ne, az időmet vesztegette, de én beszélek. Körülbelül így nézett ki ez az egész, tehát ez zseniális. You confirmed this, correct? Our general counsel is an American lawyer, veteran of Microsoft. Also, my colleague, Representative Latta, confirmed that your parent company, ByteDance, currently can access user data. Yes? We have to be more specific. Yes. Oké, szóval miért is volt ez a kongresszusi ülés, talán ezt is érdemes lenne megbeszélni. Az Egyesült Államok kongresszusa amiatt a 150 millió amerikai állampolgár személyes adatai miatt tartott ezt a meghallgatást, akik használják ugye az alkalmazásukat. Ez jogosnak hangzik még egyébként, ugye a TikTok eredetileg egy kínai cég tulajdonában van, amit ByteDance-nek hívnak. Nem mélyen belemerülve a politikába, nagyon leegyszerűsítve, Amerika ország nem akarja, hogy a Kína ország megkapja az adatokat, amiket nem kéne, hogy megkapjanak, mert vannak ilyen törvények, hogy mondjuk, ha Kína azt kéri, hogy nyújtsák be az adatokat, akkor ők neki be kell azt nyújtani. Nagyon lebutítva egyébként tényleg ennyiről lenne szó, de ez a kongresszus...
Volt erről szó egyébként, de még volt más is. Tehát ugye a fő probléma itt ugye ezzel lett volna, hogy ezek az amerikai adatok, felhasználói adatok ne kerüljenek a kínai kormány kezére. Mert ugye ők azzal visszatudnának élni, és hát az nyilván nem jó egyébként. Az ülésen még továbbá szó volt arról, hogy a kongresszus hadjárata folyamatosan megy ezekkel a multicégekkel, ugye lásd Facebook, mert ők ugye úgy kezelik ezeket az amerikai adatokat, hogy nekik nincsen úgymond belelátásuk, és nem értik, hogy mi van. Bár ugye a TikTok CEO is nagyon hangsúlyozta azt, hogy nagyon átláthatóan próbálnak meg így együtt működni, viszont ha még erről is lenne szó, vagy ha tényleg erről van szó, még akkor sem értik. És hogy miért mondom ezt? Does TikTok access the home Wi-Fi network? Only if the user turns on the Wi-Fi. Viszont voltak kérdések, illetve felvetések, amikkel kinda egyetértettem, viszont a legtöbb felvetés, illetve kérdés tényleg nagyon bullshit határokat feszegetett. Például volt egy videó, amit kivetítettek, amiben valami kongresszusi tagot fenyegettek meg, és ezt úgy mutatták be, mint egy nemzetbiztonsági kockázatot. Nemzetbiztonsági kockázat. Ez a videó nemzetbiztonsági kockázat. Imagine. Szegények tényleg nem tudják, milyen anarchia van itt egyébként. De alap esetben persze a CEO is mondta, hogy hát ez így nem jó, hát tesóm, ennek nem szabadna így lennie, le is szedték a videót, de imádom, még utólag be is szóltak neki, hogy most akkor tényleg a kongresszuson kell kivetítenünk ezt a videót, hogy leszedjétek? Hát nyilván nem erről van szó, csak hát nyilván nem tudnak minden videót így felülvizsgálni, tehát de ez most egy semmilyen cégtől nem lehet sajnos elvárni, itt igazából tényleg csak az algoritmusokra lehet bízni, illetve azokra a munkásokra, akiket konkrét ezért fizetnek. De ezekből sincsen ugye végtelen erőforrása semmilyen cégnek. Szó volt még egy tragikus esetről is, amit az egyik kongresszus tag vetett fel, behívtak egy családot, akiknek a fiúk sajnos véget vetett az életének, és az előzményeiből a TikTok algoritmusra lehet úgymond mutogatni, mivel az előzményekben olyan videók szerepeltek, amik hát ugye a témához kapcsolódóak, és hát már-már szugesztívan, hát hogy is mondjam, erőltetik a dolgot. Az a kérdés, hogy lehet-e tényleg a TikTokot hibáztatni ezért, az kicsit megosztó a nagy közönségben, azt vettem észre, viszont maga az érv, amivel ez fel lett hozva, az elég érdekes. A TikTok algoritmus ugye többnyire a visszajelzések alapján működik, tehát hogyha interaktálódsz egy videóval azzal, hogy lájkolod, kommentelsz, vagy csak végignézed voltak éppen, azzal jelzed az algoritmusnak, hogy ez neked tetszett, és emiatt ajánlhat be több ilyen videót. Nos, ha te újraindítod az alkalmazást, vagy először nyitod meg, akkor ugye ez resetelődik, viszont ettől függetlenül is ugye vannak olyan adatok elmentve mondjuk előző sessionökből, amik alapján nagyjából tudja a TikTok, hogy mit akarsz látni. És ha ugye elkezdesz így nagyban pörgetni, akkor ha sokáig pörgetsz, akkor több olyan videóval találkozhatsz, ami mondjuk tetszik, és akkor elkezdesz egy ilyen nyúlüregbe lesétálni, úgymond rabbit hole-ba, amik voltak éppen azt eredményezik, hogy olyan videókat látsz többnyire, amikre a legtöbbet interaktálódsz egy adott session során. Nos, így történt ennek a fiúnak az esete is, valószínűleg ilyen és hasonló témákban keresgélt, nézelődött, interaktálódott, és hát a TikTok algoritmus ezeket tolta be neki, nem törődve, illetve nem tudván azzal azt, hogy ezzel milyen károkat okoz. Nyilván ez ellen is ugye lehetne tenni szabályozásokkal, hogy az ilyen és e fajta dolgokat, témákat ne nagyon ajánlgassa így masszívan, főleg ha sokat interaktálódnak vele. Itt egyébként több ilyen probléma is fel volt vetve, nem csak ez az egyetlen eset. Például volt, hogy valakinek mondjuk étkezési problémái voltak, vagy ilyen testi problémái, és ezzel kapcsolatban kapott videókat, és ezeket tolta voltak éppen az algoritmus az arcába. Csak itt ugye az a baj, hogy a felhasználók mindig okosabbak a fejlesztőknél, hogyha a szabályok megkerüléséről van szó, így sajnos erre sincs hosszú távú megoldás még. Szó esett még az életkor szabályozásról is, az előző eset miatt is, mert hogy nehogy már 10 éves gyerekekhez kerüljenek ilyen és e fajta videók, ez teljesen érthető egyébként, és hogy a TikTok ugye mit tesz ez ügyben. Nos, a CEO említette azt a saját megadás alapján működő core rendszert, hogy ugye saját magadnak adsz meg egy születési dátumot, és ez alapján vannak elvileg ilyen dolgok, hogyha mondjuk 16 év alatt vagy, akkor be van szabályozva, hogy hány órát töltetsz az alkalmazáson, és ehhez hasonló dolgok. Én nem tudhatom, miről van szó, mivel amikor én regisztráltam, akkor konkrétan így a második világháború előtti időszakot adtam meg, mint születési dátum, és el lett fogadva. Mikor van a születésnapod? Hát mondjuk ilyen 1936. szeptember 4, ez tökéletes.
Szóba kerültek még ilyen veszélyes challenge-ek is, amikről hát őszintén nem hallottam még egy szót se, de biztos léteznek egyébként. Voltak már ugye rosszabbak is, erről nem lehet nagyon mit mondani, ezek mindig is jelen voltak, de a kongresszusnak ez még mindig új egyébként. A legtöbb kérdésben és észrevételben egyébként az volt az érdekes, hogy amik fel lettek hozva, azok nem csak a TikTokra lehet vonatkoztatva, hanem igazából minden más szociális média felületre. Ha most itt példának veszik a mentális egészségnek a leépülését a fiataloknál, a veszélyes videó kihívásokat, vagy csak az addiktív természetét ezeknek az alkalmazásoknak. Rengeteg kérdésem borultam meg egyébként ezt hallgatva, melyek során nyilvánvalóvá vált az is, hogy néhány a kongresszusban nemhogy nincsenek tisztában, de nem is akarják megérteni az egésznek a működését. Volt, aki konkrétan azt kérdezte, hogy a Pali mennyit keres. Miért? Mi köze van ennek az egészhez? És nem tudom, de egyszerűen mennyit keresett a Soms? Meséljél már róla, kérlek, anyagi papírokat kérek. Voltak azért jó arcok is, akik értelmesen álltak hozzá a témához, és érdekes kérdéseket, illetve felvetéseket hoztak fel a témával kapcsolatban, amiket tényleg érdekes volt hallgatni a válaszokat rá. És azért jó volt azt is látni, hogy néhányan nem úgy kezelik a CEO-t, mintha csak egy robot lenne. Jó, Zuckerberg után talán megértem, de akkor is. És akkor most ugye jön a kérdés, hogy nagyjából ezután az 5 órás beszélgetés után mi lesz a sorsa az appnak? Jelenleg a kongresszus még kétes abban, hogy bannolják-e országszerte az alkalmazást, főként ugye arra hivatkozva, hogy ez az app kémprogramként lehet használva, illetve propagandaként. A többi meg ugye már csak a nagy közönség meggyőzésére van, mint érv, ugye. Hát valószínűleg ennek még lesz folytatása is egyébként, én ezt kíváncsian várom majd. Ha bannolják is az alkalmazást, minket annyira nem fog érinteni, annyiban fog talán, hogy így globálisan ugye a TikToknak valamit tennie kell, illetve nagyon meg fog változni a légköre az egész dolognak, hogyha tényleg egy 150 milliós országnyi veszteséget kap így az alkalmazás. Tehát nagyon sok felhasználatot fog elesni az app, illetve valamilyen alternatívát is ki kell találni. De volt már példa olyanra is egyébként, hogy mondjuk az amerikai cég felvásárolt egy kínai céget, hogy az ilyen dolgokat elkerüljék, tehát még lehet, hogy ez is szóba kerülhet, még nem biztos. Na és lényegében ennyi minden történt ezen a kongresszusi ülésen, remélem valamennyire informatív volt ez a videó ezzel kapcsolatban. Én annyira nem vagyok oda a politikáért, ezt sem tartom annyira politikainak, inkább elmémeli a fél internet ezt az egészet, én is inkább afelé megyek, hogy így elmémelni a dolgot, illetve beszélgetni róla, de ettől függetlenül nagyon is kíváncsi vagyok, hogy milyen verdikre jutnak majd így ezzel kapcsolatban, és valószínűleg követni is fogom még ezt a továbbiakban. Ha tetszett a videó, jelezd egy like-kal, kommentben írd le a véleményed erről, és hát köszönöm szépen a figyelmet. Most, hogy a végére értünk ennek, már csak egyetlen egy fontos kérdésem van ezzel kapcsolatban, mégpedig az, hogy valaki mondja már meg nekem, hogy most akkor ez a TikTok, ez most tényleg tud csatlakozni az itthoni wifi hálózatra, vagy se? Does TikTok access the home Wi-Fi network? Tényleg tökön szúrom magam.